először is köszönöm, hogy akkor lehetőséget adtál egy kis mozgásra. Hát igazából én mondhatjuk, hogy a nullánál kicsit lejjebbről indulok, nem nagyon sportoltam már nagyon régóta, de szeretnék most már így 50 után és egy kis sörpocival valamit kezdeni. Mit javasolsz? Hát először is nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és nagyon örülök, hogy engem választottál. Alapvetően a legfontosabb, hogy egy nagyon jó döntést hoztál. Én kicsit javítanék, a optimizmust helyezném előtérbe, nem a nullán lejjebb vagy, a nulla szinten vagy. Akik kint vannak az ajtón kívül, azok mind átlag emberek. Te már nem vagy átlag ember, mert meghoztál egy döntést, méghozzá azt a döntést, hogy teszel az egészségedért. Amit mondasz, az egy alapvető cél meghatározás lenne. Mi a célod? Van egy edzőterem, van egy lehetőség, van adott környezet, amit szeretnél kihasználni, és egészségedre fordítani bizonyos mennyiségű időt és energiát, igaz? Így van. Szeretnél megszabadulni bizonyos kritikus testályokon felmerülő problémáktól. Jellemzően mondtad a sörpocit. A sörpoci igazából nem csak férfi jelenség, de egy nagyon veszélyes kategória. Főleg ugye ismerve, közel egykorúak vagyunk, én 51-53, jellemzően ezt tudjuk, hogy már egy idősebb korosztály felé áthajló korosztályban tartozunk, és ez nagyon veszélyes, mert ez a hasi elhízás nagyon nagy kockázati tényezőt hordoz magába bizonyos egészséges fizikumú ember számára is, hát még azoknak, akik ugye például valamilyen krónikus betegséggel küzdenek. Éppen ezért, hogy se ér- és szívrendszeri problémáid, se későbbiekben más komolyabb betegségek ne alakuljanak ki, illetve megelőzzük vagy rehabilitáljunk, ezért nagyon fontos a mozgás. Ezért is vagy itt, mert meghatároztad magadnak, hogy te ennek ügyében teszel is valamit. Potencia az jó. Az, hogy mit mozogtál valamikor régen, az most jelen pillanatban annyira fontos csak, hogy tudsz egy bizonyos mozgás rendszert fölépíteni magadnak, vannak elképzeléseid és tapasztalatod a mozgásról, de az origó az az, hogy most innen indulunk, ezért föl fogunk venni egy állapotfelmérést, amiben jó pár kérdést fogunk egészségügyi kockázati tényezőkre vonatkozóan, illetve testösszetétel kapcsán végezni. Fölveszek egy pár kérdésre adott válaszodat, majd itt a teremben kihasználjuk a lehetőséget és egy alapvető gyors tesztet végezünk, amivel megnézzük, hogy milyen te állóképességed, milyen a fizikai erő képességed, illetve milyen mozgásszervi elakadásaid, komplikációid, vagy netalántán olyan nehézségeid vannak, amelyek majd a későbbiekben korrekciót igényelnek, illetve arra esetleg több hangsúlyt kell majd az edzés folyamán helyezni. De alapvetően a legfontosabb és legjobb, hogy te itt vagy, és hogy megkezdtük ezt a folyamatot. Vágjunk bele. Vágjunk bele. Jó. Akkor vannak kérdések, amelyek igazából arra vonatkoznak, hogy milyen betegségeid voltak, milyen egészségügyi faktorok, kockázati tényezők vannak. Ilyen, hogy szívérrendszeri betegség például van-e nálad? Nincs. Nincs. Magas vérnyomás? Az van. Magas vérnyomás az van. Egyetért ezzel az állapotfelmérési rész, amivel ugye föltérképeztük azt a lehetőségeket, hogy milyen fizikai egészségügyi kockázati tényezők vannak, illetve hogy milyen mentális háttérrel vagy ebben a történetben benne most. Itt most a következő lépés az lesz, hogy végrehajtunk néhány gyakorlati feladatot, amilyen konkrétan leteszteljük a te erőálló képességedet. Jó? Nézzük meg. Menjünk. Kérlek, álljál föl akkor futópadra. Rendben, fogd meg a két végét, nagyon jó, lehetőleg egy kicsit közelebb álljál, hogy egyenes derékkal, nagyon jó. És elindítom a szenzort, és szépen gyaloglunk. Majd megy a gép lassan, szépen egyenletesen. Ez az. Jó, ez már a teszt része. Nagyon egyszerű, itt csak egyszerűen követned kell a lépéseket. Jó, nyújtsd meg a lépéseidet, mintha az utcán mennél. Egy kényelmes sétát. Jó? Most egy kézzel engedd el, és nézzük meg, hogy megy-e anélkül, hogy leesnél hátul. Tehát egy kicsit gyorsabban kell lépni. Csökkentjük a sebességet, hogy rászokjál a lépésre. Ez az. És mehetünk újra. Elindítjuk, és szépen lassan. Nagyokat kell lépni, mert itt megy maga az eszköz. Itt neked kell vele együtt menni, gyalogolni kell rajta, szépen egyenletesen, jó?
fogd meg a másik kezeddel, és akkor most mér közben a gép majd egy pulzust, ahol látni fogjuk, hogy a pulzus teljesítményed hogyan változik. Próbáld meg követni ritmusban a lépéseddel a szalag mozgását, azaz hosszú, egyenletes, nyújtott lépésekkel lépjél, mint hogyha sietnél valahol az utcán. Oké. Jó, ne engedd, hogy hátracsúszson a csípőd, próbáld meg egyenesten előre lépni, kint ehhez az ilyen szép tartással. Picit haladsz előre, nagyon jó. Olyan, mintha mindig meg akarnád előzni a szallagot, az lenne a feladatod. Értem. Jó. Milyen érzés 1-től 10-es skálán ez? Nehéz, az 1-es a 0, nem nehéz, a 10-es az eléggé intenzíven igénybe vesz. Aha. 3-as. Egy 3-as értékben vagy, jó. Tehát egy könnyű járás és sétának megfelelő, igaz? Igen. Jó. Tehát fél percnél durván ezt így el tudjuk mondani, hogy egy 30 másodpercnél ez a jó érzés. Jó. Itt most szépen megállítjuk a történetet, még egy lassú leállás lesz, nagyon jó. Oké, szépen fogod magad, leszállsz, és akkor megyünk, a következő tesztet végre fogjuk hajtani. Három, kettő, egy, és indul. A fontos az, hogy 30 másodpercet van. Ha nem tudsz 30 másodpercig végig csinálni, akkor nyugodtan hagyd abba. Oké, rendben. No, következő gyakorlat elméletileg egy húzóckodás lenne szűk fogásban, ami azt jelenti, hogy oda mennénk hátra, és ott van egy rúd, és neked azt föl kéne húzni magadat. Saját megvallásod szerint, meglátásod szerint, hányszor tudnád fölhúzni magad? Így? Úgy. Kétszer. Kétszer. Jó, oké. Check. És indulhat. Milyen, meddig kell a fejem? Mell magasságig, legalább hogy az állad ott legyen a kezednél, a csuklódnál. Ez az, nagyon jó. Én befejeztem. Oké, rendben. Ez nehéz. Jó, rendben. Tolóckodás, bemutatom szintén, mi a feladatod. Nézd, nagy levegőt veszel, beengeded magad, és föltolod. Légzés. Amikor fönt vagy, beszívod a levegőt, bent tartod a levegőt, leengeded magad, és amikor tolsz kifele, akkor fölfele nézel egy picit, és kifújod a levegőt, presszióban haladsz fölfele, jó? Nézzük meg össze, hogy mennyire kényelmes ez a fogás. Ha túl széles, vagy túl szűk, melyik a jobb? Ez? Ez talán. Ez. Jó, akkor szépen így megtámasztod magad, felkészülsz, hogy nagy levegőt veszel. Leengedem, ugye? Föl, mert csak egyszerűen összezárod a lábad. Megtartod magad. Leengeded magad, ameddig megy, és onnan följössz. Ez az. Ez az. Ez így. Oké. Egy core-izom erősítő gyakorlatot fogunk tesztelni. Core-izom. Core-izom erősítő, ez egy plank nevű gyakorlat. A core-izomok az egy több izomcsoportból összetevődő izom, ezek törzs feszítő tartó izmait jelentik. Kicsit leengeded a csípődet, és itt tartod 30 másodpercig. Felkészülsz, 3, 2, 1, indul. Ez az. Nagyon jó, nagyon fontos, hogy szépen tartod magadat. Befeszíted hassal, és szépen tartod magadat. Nagyon jó, mert már 10 másodpercen túl vagy. Ez 30 másodpercig kellene, hogy vigyed. Már nagyon jó, mert 15 másodpercnél meg vagy. Ha úgy érzed, hogy le kell tenni, akkor nyugodtan tedd le. Ha úgy érzed, hogy még bírod, akkor nyugodtan. 5-től vissza fogok számolni. 5, 4, 3, 2.
kettő, egy, és letesz. Hú, szuper. Ez nagyon a hasizom erősítő. Igen, igen, igen. Azért is jó ez, mert figyelembe véve az egészségügyi előzményedet, meg a sportolási érzményed, ez mind szuper. Ez azt ahhoz jelenti, képest, nem? Ahhoz képest, hogy mi van, ez nagyon jó. Tehát ez egy nagyon fantasztikus dolog. Jó törzsizmokkal rendelkezel, jól tudsz tartani. Maradunk ugyanitt, nagyon egyszerű lesz a történet. Saját testsúllyal kell googolnod, oké? Okay? Hú, a googolás. Na, ez igen, a leggyengébb láncszem a lábam. Meg a kitörés, mert az lesz a végén. Jó. Másodperc alatt neked a maximális googolás mennyiséget kell megcsinálni. Ha nem megy a 30 másodperc, jelzel, megállsz, komfortzónán belül maradunk, jó? Felkészülsz, 3, 2, 1, indul. Egyenes hát. Ez az. 2, 3, 4, 5, 6, lassan, 7, 8, egyenes hát, fölfele néz, 9, és elég. Szuper, nagyon jó. Majdnem 10. Majdnem 10, 9 googolás volt. Mennyire volt terhelő? Az utolsó. Az utolsó. Jó, akkor ez olyan 7-es körül lehetett az összességébe véve, igaz? Igen. Nagyon jó. Kitörés, fenék, comb, szintén egy ilyen gyakorlat. Az a lényeg, hogy itt beállsz ebbe a pozícióba, egy nagy lépésnyit fogsz lépni, és közben sűjjeszted a lábad. Olyan ez, mint amikor a vívásnál, tudod, kitörés van, csak nem fogsz olyan mélyet, mint az asszóban kilépni, hanem egy kényelmes kilépés, és egy függőleges legugolás és visszaérkezés. Legugolás, visszaérkezés. Felkészülni. Kell segítség, vagy nem kell segítség? Nem, meglátjuk. Nem kell. Jó, felkészülünk. 3, 2, 1, és indul. Nagyon jó. No. Ez nekem ez gyenguszka. Nagyon jó. Nem lesz nekem izomlázom holnap? De. Lesz. Holnap meg az utáni napokban lesz. Hanyas volt ez? 8-9. 8-9. Mert ez a láb, ez... Igen. Ez nekem, ugye, ez érzem, hogy ez valahogy nem. Ez futásnál is mindig. Jó. Jó. Oké, na most érkeztünk el ehhez a teszthez, amikor most elmondom neked, hogy most már nem tudsz összetett mondatokat mondani. Most vagy annál, hogy erős tempó, nehezen beszélős, párszavas, bőven a komfortzónán kívül vagy. Tehát ezen a RPS skálán te egy ilyen 14-15-ös szinten vagy most, tehát ez ennyire megterhelő volt ennek az egésznek a lényege. Hát Attila, az elmúlt percek eredménye alapján mire számíthatok? Teljes reménytelen eset vagy? Te például hogy kezdted? Hát megmondom őszintén, még énekes halott is lehetsz, vagy bármi, de nem rossz. Tehát magadhoz képest, a saját jelenlegi egészségi állapotodat figyelembe véve, az előálló képességed az a korosztályodhoz képest egy kicsivel alatta van. Ezt be tudjuk annak, hogy milyen egészségügyi problémák és kihívásokkal küzdöttél az elmúlt időben. Van egy nagyon jó hírem, van egy úgynevezett korgyakorlat, amit csináltunk, ez a plank. Ez egy nagyon jó teljesítettél, 30 másodpercet simán végig tudtál tartani, és nem is volt olyan nehéz a végén a visszajelzésed alapján a terhelési szint, már csak a vége fele volt egy kicsit kihívás számodra. Nagyon jó, ez egy jó alapot teremt ahhoz, hogy elkezdjük. Ami negatívum sajnos az, hogy a combizmaid, a láb alsó végtagjaid azok eléggé instabilak, és van egy apró kis kiegészítés még hozzá, hogy az egyensúlyi rendszered, ez a propriopercziós rendszered sem az igazi. Itt is egy kicsit javítani fogunk majd a jövőben, de ami nagyon jó, hogy elindultál az úton.
innestől kezdve, tehát tényleg egy jó úton haladunk, és van lehetőséged, reális lehetőséged arra, hogyha erőt, energiát fogsz belefektetni, időt szánsz rá, mind magadra, mind az edzésre, mind a regenerációdra, mind a táplálkozásodra, és odafigyelsz, egy kis tudatossággal meg fogod tudni a célt valósítani. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lettem.